Sziasztok! Ebben a videóban kanapé építéshez fogok tippeket mondani. Nézegettem a videós terveimet, ez egy ilyen lista, hogyha eszembe jut valami, hogy erről tök jó videót lehetne csinálni, akkor azt fölírom. És hát ez ugye szépen gyűlik, sajnos nem mindegyik készül el. Szóval nézegettem ezt a listát, és találtam rajta egy olyan ötletet, hogy fölírtam kanapé készítéshez ötleteket, illetve tippeket. Ez egy ilyen szép lista, nem is tudom mennyi lehet rajta így ránézésre, körülbelül olyan 20 darab. Jó tanács, javaslat, hogy hogyan érdemes csinálni egy pályát. Egyébként gondolom fölismertétek, ez a épp készülő minigame, aminek még mindig nincsen neve, de volt róla egy live korábban, amin Rozonnal építettük. Azóta egyébként szépen változott a pálya, tehát most már úgy működik a rendszer, ugye ott voltak vele gondok. Végig tudtunk Rozonnal játszani egy menetet. Azért jöttek elő hibák természetesen, föl vannak írva, egy részük már ki is van javítva. Illetve a másik nagyon nagy változás, hogy már van terep. Így néz ki, Rozonnal nagyon szépen megcsinálta. Ahol vannak azok ezek az gold órok, ide kell majd ide lerakni a kártyát, ezeknek még nincsen textúrája természetesen lesz. Itt van a bolt. De mindegy, nem ez a lényeg, csak azért töltöttem be ezt a pályát, hogy ezen keresztül mutassak majd példákat. Már amelyikre. Jó, akkor nézzük sorba, igazából nincsenek semmilyen logikai sorrendbe állítva. Tehát az első pont, tervezzétek meg a pályát, mindig gondoljátok át. Van, hogy így az embert elfogja az érzés, hogy de jó lenne most építeni egy pályát, és akkor elkezdi rakosgatni a blokkokat, majd lesz, ami lesz. Lehet így is csinálni, és hogyha van hozzá elég tehetséged vagy tapasztalatod, akkor abból akár lehet jó pálya is, de nyilván nagyobb eséllyel lesz igényesebb egy pálya, hogyha az átgondolt, hogyha előre odafigyeltél mindenre, és nem építés közben javítgatod a különböző hiányosságokat. Lehet gépen is vezetni a terveket, szerintem egy fokkal jobb papíron, mert az bárhová tudod magaddal vinni. Én például így utazás közben a vonaton is tudom írogatni az ötleteimet, ki tudom fejteni, hogy milyen küldetések legyenek, stb. Aztán nagyon fontos, hogy írjál le mindent. Azonnal írj le mindent, ne hagyd ki semmit, tehát az nagyon rossz, amikor gondolkodnod kell, hogy mit is találtam ki, meg hogy is volt. De azt hiszem, ezt nem kell részletezni, szóval azonnal írem mindent. Lehet, hogy nem fogod felhasználni, hogy később kihúzod, vagy rájössz, hogy igazából annak semmi értelme, stb. Valamiatt meggondolod magad. Az a biztos, hogyha mindent leírsz. Tesztelésnél is ugyanez, amint kiderül valami, azonnal ír le. Ne mondd azt, hogy ó, majd leírom a végén, vagy majd egyben leírom az egészet, ne, azonnal ír le. Aztán ugye mész tovább, lehet, hogy el fogod felejteni. Na mindegy, szóval szerintem ezt nem kell tovább részletezni. Érdemes csinálni egy ilyen előkészítő gombot, ez már igazából akkor lesz hasznos, amikor elkészült, és mások is tesztelik. Szóval igen, most egy kicsit ugrottunk, de mondtam, hogy nincsenek ezek nagyon sorrendbe állítva. Szóval egy olyan gombot, ami téged a kezdőhelyre teleportál. Most ezen a pályán igazából nem nagyon van ilyen, maximum a... Van egy ilyen, hogy ilyen játék vége, ez minden töröl, reszetel és visszateleportál engem a menübe. Szóval ezt most így megnyomom, egyébként ez a sor itt, végigmegy. Mindenféle reszetelés vannak, hogy szedje fel a táblákat, az építményeket, törölje a kidobott tárgyakat, törölje a boltot, stb. Tehát ilyen reszetelős dolgok vannak benne. És hát természetesen egy teleport a főmenübe, ezt most megnyomom. Jó, így nem nagyon látványos, csak annyi, hogy hát igen, már készül a főmenü is. De a lényeg az egésznek, hogyha én most megyek és javítok valamit a pályán, nem tudom, akár itt az építményeket, akár a rendszert, bármi van, és aztán elkészülök, akkor ne kelljen nekem mindig, minden egyes alkalommal mindent visszaállítani. Mondjuk olyat csinálok, amihez le kell raknom több táblát. Elég kényelmetlen lenne, hogyha utána ki kéne ezeket törölnem és visszarepülne a kezdőhelyre. És ezt mondjuk minden hibajavításnál eljátszani. Mondjuk egy kalandpályán inkább az jellemző, hogy töröljük ki ugye a tárgyakat, váltsunk kalandmódba, töltsük fel az életet, meg az éjséget, ilyesmi. Most ezt minden hibajavítás után eljátszani, az egy kicsit kényelmetlen, ezért érdemes csinálni egy ilyen gombot. Leraktok egy sima command blokkot, és ugye hozza ezeket a chain command blokkokat, és ezekben megírjátok ezeket az előkészítő parancsokat. És hogyha kész vagytok egy-egy hibajavítással, csak meg kell nyomni a gombot, és aztán kész, lehet feltölteni, vagy elküldeni valakinek. Nagyon ajánlott táblákat használni, amit látjátok itt is a rendszer tele van táblákkal. Én azt szerint a logika szerint csinálom, hogy hát nem minden command blokkot táblázok ki, azért az túlzás lenne, hanem egy adott funkciónak adok valamilyen nevet. Most
most akkor mutatom mondjuk ezt a legfelsőt, ez a feldolgozó, itt meg van címkézve, ez a sor itt végig, ez azért felelős, hogyha én egy feldolgozóra majd kidobok egy tárgyat, akkor azt nekem átalakítsa valamivé. Például van fám, és ha rádom egy fa feldolgozóra, akkor deszkát fogok kapni. Hogy könnyebben megtaláljam, amit keresek, azért még ezenből is föl vannak címkézve, tehát így az innentől kezdődő command blokkok a fáért felelnek, aztán innentől, ahol a kő tábla van, ezért ezek már a kő feldolgozóért, és így tovább. Szóval, hogyha kiderül, hogy valami gond van a hús feldolgozóval, akkor megnézem, hogy hol vannak a feldolgozók, és ugye azon belül a húsos rész. Azért minden egyes kommandokra táblát rakni azért túlzás, érdemes valahogy így csoportosítani. Tehát ez a táblás dolog segít, hogy hamarabb megtáld, amit keresel. Aztán, ami nagyon sok e-mailtől megkímélne engem, használjatok parancsgenerátorokat. Rengetegszer kapok e-mailt, hogy hogyan kell ilyen és ilyen mobot lerakni, és igazából ott vannak a parancsgenerátorok, csak meg kell adni neki, és kész. Tehát, hogy annyiszor elmondtam már, hogy vannak a neten ilyen dolgok, nem kell nektek legépelni, nem kell vele szenvedni, még én is szoktam parancsgenerátorokat használni. Nem kell tudni a pontos szintaktikát, persze ajánlott tudni, hogy mi mit tud, mi mire jó, de ezeket is meg tudjátok tanulni a parancsgenerátorokon keresztül. Beállítod, hogy a adott mobnak legyen 10 élete, megnyomod a generálást, és ott látod, hogy néz ki az a rész, ami azért felel, hogy 10 élete legyen. Szóval bármi kell, nézzetek utána, hogy van-e rá generátor, sokat lehet vele spórolni, nem kell mindent legépelni. A Minecraft Wiki oldalán is rengeteg infó van, azt is tanuljátok meg használni, nézegessétek, keresgéljetek rajta. Nem is beszélve a tutorial videókról, ugye nem csak az én csatornámon van, hanem rengeteg csatorna van a YouTube-on, amik nagyon hasznosak. Továbbá sokszor kapok olyan kérdést, hogy adott pályámon hogy csináltam ezt és ezt. Kicsit mindig olyan furák nekem ezek a kérdések, hiszen tudja, hogy ott van azon a pályán, akkor csak megnyitod és megnézed, hogy van. Persze egy kicsit turkálni kell, meg keresgélni kell, mert nincsen mindenhová kitáblázva, hogy hol van az adott rendszer, de hát ez ilyen, hogyha szeretnél valamit tudni, azért meg kell küzdeni. Régen én is rengetegszer csináltam ezt, hogy játszottam egy pályán, amin megtetszett valami, vagy láttam valami újat, és érdekelt, hogy hogyan lehet megcsinálni. Úgyhogy bemásztam a színfalak mögé, a játékot mozgató parancsokhoz, illetve akkor még Redstone volt, a Redstonehoz, és megnéztem, hogy van. Nagyon erősen ajánlott megismerkedni az MC Edittel, ez ugye egy ilyen 3D-s szerkesztő, szerintem a legtöbben ismeritek, vagy ha nem, akkor keressetek rá, erről is vannak videók fenn a neten. Azért nagyon jó ez a program, mert hogyha valami nagy dologra van szükséged, akár hogy sok blokkot kell mozgatni, vagy valami nagy dolgot kell megépíteni, ez ugye Minecraftban egyesével rakod le a blokkokat, illetve lehet használni fill parancsot is, de azért ennél összetettebb építményekre van általában szükség. Arról nem is beszélve, hogy vannak a programhoz generátorok, hogyha szeretnél egy erdőt, akkor pár kattintással össze tudod dobni, illetve hogyha más pályából szeretnél valamit átemelni, az például nem is tudom még hogyan lehet, de MC Edittel ezt nagyon könnyen és gyorsan meg lehet csinálni. Szóval mindenképpen járjatok utána és ismerkedjetek meg vele, én rengetegszer használom, csak dicsérni tudom. Igen, változik a program, szokták fejleszteni, változik a felület, de hát csak azt tudom hajtogatni, hogy ne legyetek lusták utána járni és kísérletezni, máshogy nem fogjátok megtanulni. A gyakran használt parancsokat érdemes elmenteni. Ezt a módszert én is gyakran használom. Bármilyen formátumban elmenthetitek, a lényeg az, hogy ez szöveg, tehát lehet doc, txt, pdf. Mondjuk én ezek közül a txt-t javaslom, mert azt minden szövegszerkesztő meg tudja nyitni. Szövegszerkesztőnek meg a Notepad++-t ajánlom, egyrészt azért, mert ingyenes, másrészt azért, mert létezik hozzá Minecraft nyelv, le lehet tölteni, egy kis kiegészítő, ami abban segít, hogy megszínezi a kódnak a részleteit, és így átláthatóbb lesz. Pár videómban lehetett is látni, amikor parancsot mutogattam, hogy ezt a programot használom. Illetve ResourcePack készítéshez pedig a VS kódot tudom ajánlani, ezt is egy-két videóban már lehetett látni. Azért nagyon jó ez a program, mert szintén ingyenes, nagyon könnyű használni, gyorsan meg lehet tanulni, egyszerű a felület, nincsen telerakva mindenféle funkciókkal meg gombokkal, van oldalt egy könyvtárfa, aminek segítségével gyorsan lehet váltogatni a fájlok között,
illetve a jobb oldalt pedig egy szövegszerkesztő. Mondjuk a modelleket nem feltétlenül kell így szövegesen leírni, létezik ingyenes modellező, Rozon csinált már róla tutoriált, nézzétek meg. De azért elő szokott fordulni, hogy bele kell nyúlni a modellekbe, illetve lehet, hogy olyan módosítást kell végezned a modellen, amit sokkal gyorsabb szövegesen megcsinálni, mint megnyitni újra ezt a modellező programot, és azzal legenerálni újra a kódot. Mindenképpen csináljatok biztonsági mentéseket, mindig ha abba hagyjátok az építést, akkor csináljatok egy másolatot, mindenképpen, illetve érdemes csinálni egy másik mentést, amit mondjuk felhőben tároltok, akár Google Drive-on, akár Dropbox-ban, akár Mediafire-ben, rengeteg ilyen oldal van, aminek van ilyen szolgáltatása, hogyha esetleg a gépetekkel lesz valami, vagy a Winchesterrel, akkor is van egy másik hely, ahonnan elő tudjátok szedni. Aztán nagyon fontos, hogy mindig egy másolatot teszteljetek. Sokan azt csinálják, hogy megépítik a pályát, le akarják tesztelni, le is tesztelik, és aztán visszamennek ugye visszaállítani a dolgokat. A tárgyat visszarakod a helyére, vagy a mobot, vagy visszarakod a blokkokat, hogyha valahol kiütni kellett, és ennek köszönhetően sokszor valami úgy marad. És hát ez ugye elég gáz, amikor mész egy pályán, és valami már megvan oldva. Sajnos ez gyakran elő szokott jönni, pedig nagyon egyszerű ez ellen védekezni, vagy illetve ezt elkerülni. Csinálsz egy másolatot a pályáról tesztelés előtt, végigmész rajta, ugye azonnal fölírogatod, hogyha találsz valamit, és aztán visszamásolod, felülírod, így minden reszetelve lesz. Aztán még az is nagyon fontos, hogy mindenképpen tesztelje olyan is, aki nem ismeri a pályát, nem ismeri a terveket. Minél kevesebbet tud, annál jobb. Ugyanis úgy fog az kiderülni, hogy megfelelően adagoltad-e az információkat, meg hogy egyáltalán elég információt adtál, hogyha olyan látja, akinek semmi információja nincsen. És lehetőleg az illetőnek legyen saját fiókja. Velem is előfordult már olyan, hogy le kellett tesztelni egy pályát, és ezt illett volna a tesztelő, ezért időt a gépemhez is elkezdte végigjátszani a pályát, és volt olyan hiba, ami nem derült ki, egészen pontosan egy selector helyére véletlenül azt hittem, hogy csabusa. Ez nála is működött, mert az én fiókommal volt, és egy e-mailben szólt nekem valaki, miután megosztottam a pályát, hogy az egyik rész nem működik. Nagyon furcsáltam a dolgot, hiszen le volt tesztelve az egész pálya, annak működnie kellett, úgyhogy belenéztem a parancsokba, és láttam, hogy a csabusa volt írva. Nála természetesen nem működött, mert ő nem csabusa névvel játszott. Egy kicsit vicces a következő pont, annak inkább följebb kellett volna lennie, de hát, mint mondtam, ezek között tényleg nincsen sorrend. Arról szól a következő pont, hogy a rendszereket mindig nagy helyen, kényelmesen tároljátok. Tehát amit látjuk itt van ez a kis platform, kényelmesen elférnek a rendszerek, de nyilván, hogyha kell egy másik, akkor azt ugye mellé valahová rakom. Ez a rész itt, ahol nagyon sok ugyanolyan elrendezésű kommandok van, ez a boltér felel. Látjátok, két blokk hely van közte, kényelmesen lehet repülni, átlátható. Itt sajnos kicsit elrontottam a dolgot, itt is volt két blokk hely, aztán több parancsra volt szükség, és akkor így már egy kicsit szűkös, azért így is el lehet férni, tehát hozzá lehet férni a parancsokhoz, hát csak nem olyan szép. Szóval amint látjátok, ez így a terepen kívül egy külön helyen van, tényleg gyakorlatilag nincsenek korlátaim. Ugyanis kalandpályán elő szokott az fordulni, hogy mondjuk beszélgetned kell valakivel, vagy valami küldetést kell rendezni, és akkor azt ugye helyben próbálja az ember megoldani, vagy például a háznak a padlásán van a rendszer, vagy ott valahol alatt a föld alatt. Nos, ha úgy látjátok, hogy nem biztos, hogy lesz elég hely, akkor rakjátok messzebb egy eldugott helyre, vagy mondjuk mélyebben a föld alá a rendszert. Ma már a parancsoknak köszönhetően meg lehet azt csinálni, hogy egy másik rendszert messziről aktiválok, nem kell ott helyben lennie. Ugye régen volt ez, hogy hát a restonnal lehetett jelet továbbítani, úgyhogy valahogy mindig helyet kellett adni a vezetéknek. De ma már elég, ha mellé raktok egy command blokkot, és akárhol lehet a rendszer, azt aktiválja. Ennek ugye több módja van, akár lehet egy set blokk is, leraktok oda egy reston blokkot, és akkor az aktivál command blokkot, vagy valamit. Illetve amit én szoktam, hogy a block datát használom. Itt van ez a parancs a következő játékos végén, itt az egyik command blocknak ezt az auto tagjét egyreállítja. Ez az auto, ez a always active-et, ha bekapcsolom, akkor lesz egy. Ez az alapanyag számolást indítja, tehát ennek a command blocknak itt állítja az auto tagjét egyre. Ebben a command blockban pedig lenullázza magát. Itt van ez a három hullámjel, ez azt jelenti, hogy ahol van a command block, tehát saját magára, lekapcsolja ezt az autót. Ez azért kell, hogy legközelebb is lehessen aktiválni a command blokkot. És mivel ugye így, hát idézőjelben jelet kapott, ezért aktiválja a hozzá kapcsolt chain command blokkokat.
és akkor így távolról aktiváltam egy command blokkot. Ugyanis ugye kalandpályán nyilván ott egy gomb, mondjuk egy karakter mellett, megnyomod, az ugye egy block data, és akkor a küldetéskezelő rendszer így aktiválódik. Érdemes azonnal kipróbálni mindent, tehát hogyha összeraksz valami rendszert, mondjuk egy tárgyleadást, akkor mindjárt próbáld ki, ne halogasd, mert lehet, hogy elfelejted, sőt lehet, hogy később úgy fogsz rá emlékezni, hogy te ezt annó letesztelted, úgyhogy működik, meg minden. A legnagyobb bakikat ugye így fel tudod fedezni, persze lehet olyan, amit ott nem tudsz ott azonnal felfedezni, de így a legnagyobb hibákat így már is ki tudod szűrni. És ez azért jó, mert sokkal könnyebben tudsz valamit javítani, sokkal hamarabb ki tudod találni, hogy ezt hogyan lehet kiküszöbölni, hogyha még benne van a fejedben, hogyha még friss a dolog. Akkor pontosan tudod, hogy mi hol van, azonnal tudod, hogy hová kell nyúlni. Ha később mész vissza, akkor ugye nézegetni kell a command blokkokat, hogy hol is volt, ja igen, így. Tehát ugye nyilván gyorsabb mindent azonnal javítani. A következőt egy ilyen címkével láttam el, hogy nem zsömi volt. Ez arról szól, hogy mindig te rontasz el valamit. Rengetegszer kapok olyan e-mailt, hogy azt csináltam, amit a videóban, de nem működik, vagy nem működik a terror, vagy a játék nem így működik, nem úgy működik, teljesen lényegtelen, rossz ez a hozzáállás, te írtad el. Sokan szeretnek így legyinteni, hogy bugos a játék. Valójában nem, változik a játék, a terror is változott, sok parancs változni is fog, és hát emiatt a régi tutorial videók elavulnak. Már nem lesz jó. De nem a játék rossz, hanem félreírtál valami parancsot. Ami lehet, hogy régen jó volt, de most már nem jó. Ezért utána kell járni. Az első dolog a hibaüzenet, a játék ír hibaüzeneteket. Tehát most írok egy testfort, és mondjuk nem azt írom, hogy Csabusa, hanem csak annyit, hogy Csab, és akkor ott írja, hogy olyan, hogy Csab, olyat nem talált. Itt följebb is vannak egyébként hibaüzenetek, tudok még példát mondani, itt van egy selector, el is azt mondja, hogy ilyet nem talált. Vagy itt a fölötte lévő fail to execute, ezt a parancsot valamiért nem tudta elfuttatni, és sajnos az nincs részletezve, hogy miért. Aztán fölötte no objective was found, az azt jelenti, hogy nincs ilyen score, hogy sorszama. Sajnos nem minden esetben ad egyértelmű információt, de a legegyszerűbb parancsoknál azért meg tudja mondani, hogy hol rontottad el, és igazából csak el kell olvasni, oda kell figyelni a hiba üzenetre. Sajnos sokan csak így fölteszik a kezüket, hogy ez nem működik. És akkor írja nekem, hogy nem működik, és még csak a hiba üzenetet se küldi el. Aztán nem is beszélve a tört verzióról, arra pedig semmi garancia nincs, hogy ott bármi úgy fog működni, mint ami eredetiben. Hát ezzel én nem tudok mit kezdeni, és igazából nem is akarok. Tehát nem fogom minden egyes tört verzióra megcsinálni, hogy tökéletesen működjön a pálya. Én Minecraftozok, az eredeti Minecrafttal játszok, azt pedig nem érdekel, hogy ki hogyan próbál spórolni a játék árán. Aztán megint csak egy olyan, amit jobb lett volna legelején elmondani. A készítés elején választhatok verziót, és ahhoz is ragaszkodjatok. És ami nagyon fontos, ne snapshot legyen. A snapshotok csak addig elérhetőek, amíg meg nem jelenik a végleges verzió. Tehát nagyon rendesül leírja, hogy milyen verziót kell hozzá használni, de a snapshot akkor aztán a megjelenés után senki se fogja tudni abban a verzióban játszani, amiben készült. Mindig végleges verziót használjatok, és ne cserélgessétek építés közben. Ha esetleg változnak úgy a parancsok, akkor elég kényelmetlen újra és újra végigmenni az egész pályán, hogy minden működjön. Érdemes a rendszerekhez resetet csinálni, tehát amikor kiütődik valamilyen blokk, tehát valahogy változik a terep, akkor érdemes minden megcsinálni azokat a parancsokat, amik vissza tudják állítani. Ez ugye a teszteléshez nagyon jó. Ettől még a másolaton teszteled, tehát nem azt csinálod, hogy csináltam mindenhová reset gombot, úgyhogy végigmegyek azon, aztán majd végignyomkodom az összes reset gombot. Nem, ez arra jó, hogyha csak azt a részt teszteled. Tehát, hogy megépíted a rendszert, vagy változtattál rajta valamit, kipróbálgatod, igen, most jó, és megnyomod a resetet. Illetve ahol csak lehet, csináld meg, hogy automatikusan resetelje magát a rendszer. Itt ezen a pályán most nem nagyon vannak ilyenek, ez a pálya most inkább egy olyan, mint egy felület. Tehát inkább csak így lehetőségeket ad, nem ad neked feladatokat. Például itt van a boltnak a rendszere, ami igazából csak azt várja, hogy belerakjam valaminek az árat, mondjuk két smaragdot, és akkor megjelenít valamit. És hát ennél a reset nyilván csak annyi, hogyha elveszem az árat, vagy megveszem valamelyik tárgyat, akkor ürítse ki. És ugyanez vonatkozik a tábláknál. Ha lerakok valami tárgytermelőt, akkor ha majd a játékos jön, akkor megnézi, hogy milyen tárgytermelők vannak lerakva, és ad a játékosnak tárgyakat. Szóval itt igazából az egyetlen reset az, hogy leradírozza a pályát, felszedi a játékosok által lerakott blokkokat.
ezeket a tippeket írtam föl. Itt a végére van még 5 pont gyakori hibákról, amit a leggyakrabban elkövetnek mások, illetve ha megfordítjuk a dolgot, tulajdonképpen mi az az 5 pont, amitől igényesebb lesz egy pálya. Nem következetes világ. Rengetegszer van olyan, hogy a világ, amiben játszódik, abban sok az ellentmondás, meg ilyen alapvető, hatalmas bakik vannak benne. Most mondok egy példát, mondjuk van egy faj, aminek a bőre olyan anyagból van, ami nagyon gyúlékony. Jó, hát ez mondjuk nagy gyengeségnek tűnhet, de mondjuk fagyos körülmények között ők nagyon jól érzik magukat. Tehát ha mondjuk ők ilyen könnyen gyúlékonyak, akkor ne lakjanak már egy lávás helyen, vagy akár a terepnek az elrendezése. Be kell jutnunk egy épületbe, ott a konyha az egy nehezebben elérhető, jobban őrzött rész, mint mondjuk egy ilyen irányító szoba, vagy valami hű, de nagyon fontos terem. Tehát sokszor vannak ilyesmi ellentmondások, úgyhogy ezekre figyeljetek oda, ezek sokszor tervezés közben azért kiderülnek, bár van, hogy természetesen benézi az ember. Rengetegszer a feladatok sem következetesek. Ugye klasszikus példa, juss el A pontból B pontba, egy sima séta, mondjuk egy erdőn keresztül kell menni. Ó, de hoppá, ott van a mező közepén egy labirintus, egy ilyen építmény. Sőt, még csak azt sem mondom, hogy elállja az utat, mármint hát elállja az utat, de ki lehet kerülni. De a feladat azt mondja, hogy most végig kell menned a labirintuson. De miért? De minek? Nyilván semmi értelme, csak nem volt ötlete, és próbált belevinni valamit, hogy kihívást legyen a pálya, de nem kell erőltetni, csak rosszabb lesz tőle. Ha nincs értelme, hogy ott legyen, akkor inkább ne legyen ott. Tehát ilyen esetben többet ér az, ha nincs ott semmi, mint ha lenne ott valami. Vagy vegyünk egy olyan példát, ahol mondjuk indokolt egy rejtvény, mondjuk valami el van rejtve, és biztonsági kapukon kell végigmennünk, és ez kvízek formájában van megcsinálva. Tehát ki őriz valamit kvízekkel? Ez semmi értelme, ott van egy kérdés, ami segít gyakorlatilag, hogy hogyan juss be. Természetesen a másik véglet sem jó, amikor egy kombinációs zár van, és akkor tippelges addig, amíg ki nem nyitod. Az azért nyilván egy fokkal jobban oda passzol, de viszont játékélmény szempontjából ez nagyon kevés. Aztán ehhez kapcsolódóan sablon feladatok. Ugye az a hozzáállás, hogy hát nem volt jobb ötletem, ezért itt egy labirintus. Szerintem mondanom sem kell, hogy ti is hunjátok, ha ilyen van, úgyhogy ne csináljatok ilyet. Szintén csak azt tudom mondani, hogy ha nagyon nincs ötleted, akkor inkább ne legyen ott semmi. De ami azt illeti, hogy ez egy kreatív játék, annyi mindent lehet csinálni meg, annyi anyag is van fönt a neten, akkor kicsit keresgélj, keres ihletet. Én is csináltam már videót egy-két ötletről, hogy például milyen rejtvényt lehet a játékban megvalósítani, de biztos vagyok benne, hogy mások is csináltak már, meg külföldi videósok is csináltak, de legvégső sorban még az is jó, hogyha lemásolsz egyet és módosítod úgy, hogy a pályához passzoljon, tehát hogy egyedivé varázsolod. Aztán ronda építés, jó, ez egy kicsit gonosz, de mindig az van mögötte, hogy nincsen kedve kidolgozni rendesen. És akkor mondjuk ott vagyunk egy síkság közepén, és akkor menj ide, menj oda. Nem kell sok dolog, kis apróságokkal is hatalmasat lehet javítani egy pályán. Például az ilyen sík pályákon ne lehessen már látni azt, hogy a síkságon vagyunk, tehát illúzió romboló. Legyen meg az illúzió, csináltok körbe falakat, hegyeket, erdőt, valami, hogy meglegyen az az érzés, hogy én ott vagyok. Mert különben csak azt a hatást kelti, hogy ez egy díszlet. Plusz rengeteg videó van a neten, amik tanácsokat adnak, hogy például egy egyszerű házat milyen kis apróságokkal lehet feldobni. Ebben most természetesen nem fogok belemenni, csak buzdítalak titeket arra, hogy keresgéljetek ilyen építős tanácsokkal foglalkozó videókat, mert vannak ilyenek, és tényleg látni fogjátok azt, hogy csak pár apró módosítást kell, és már is sokkal szebb lesz a terep, sokkal nagyobb élvezet lesz rajta játszani. Az utolsó pont pedig a helyesírás, ezt szerintem nem kell nagyon túlragozni, tehát nincs annál rosszabb, amikor egyszerűen nem bírod elolvasni a szöveget, nem tudod megérteni, hogy mit akar neked az mondani, írjatok mindig szépen, fogalmazatok választékosan, és akkor a játékos meg fogja érteni, hogy te mit akarsz. Vannak, akik úgy állnak ehhez hozzá, hogy megspórolnak szavakat, például a hogy szót csak egy H betűvel írják, hiszen így is meg lehet érteni a szöveget. Ez igaz, de ha nem érzi, hogy mennyire igénytelen, akkor igazából nem tudok vele mit kezdeni. Azt tudjuk, hogy léteznek diszlexiás emberek, és az is tudod, hogy sokkal kevesebb van, mint amennyire azt mondják, hogy ő diszlexiás.
Ezt én nem is tudom már hol hallottam, de abszolút egyet tudok vele érteni. Tehát az nem diszlexia, hogy lusta vagy helyesen írni, mindent ékezet nélkül írsz, és kihagysz betűket, meg lerövidítesz szavakat. Meg különben is attól, hogy diszlexiás vagy, attól lehet rá igényed, hogy igényesen ír, és akkor azok a szavak, amik tudod, hogy neked nehezebben mennek, azokat ellenőrzöd. Vannak a neten helyesírás ellenőrzők, használjátok. Én is szoktam használni, van, hogy elbizonytalanok, hogy egy szót hogyan kell helyesen leírni, akkor ellenőrzöm. Persze azzal nem sokat lehet kezdeni, amikor az ember azt hiszi, hogy jó, azt úgy kell írni, akkor nyilván nem fogja megnézni. Erre azt tudom mondani, hogy teszteljétek olyan emberrel, akiről tudjátok, hogy tud helyesen írni, illetve igényli is azt, tehát hogy észreveszi és minden apró helyesírási hiba miatt szól. Azon sose idegeskedjetek, ha rengeteg hiba visszajelzést kaptok. Az nem baj, ha több van. Akkor majd válogattok, valószínűleg egy része hülyeség lesz, valószínűleg csak ilyen erőltetett belekötés, de az a jobb, ha van miből válogatni. Mint az, hogy valami nagyon fontos dolog nem derül ki. Akár meg is fordíthatnám a dolgot, mondjuk arról lenne szó, hogy mitől igényes egy pálya, a világ, amiben játszódik, az következetes, nincsenek benne ellentmondások, vagy lehetőleg mindig kevesebb van, a feladatok passzolnak a történethez, illetve a világhoz, és nem sablon feladatok, és itt nem arról van szó, hogy ne legyen benne labirintus, mert előfordul, hogy adott helyhez illik egy labirintus adott formában, de az akkor is azért van, mert nem sablonosan van megcsinálva, hanem az úgy van elkészítve, hogy az oda passzoljon. Tehát a sablon feladatokat hagyjuk, és legyen igényes az építés és a helyesírás. Remélem hasznosnak találtátok a videót, sokat tanultatok, és ezek után csak tökéletes pályák fognak megjelenni. A kézikönyv óvjon!